Az irodavezető a cselekvési terv megvalósulását nagy sikernek minősítette. 67 illetékes szerb juttatott el jelentést a szerbiai emberi jogi és kisebbségügyi irodának arról, hogy mit tett az akcióterv értelmében. A kisebbségi akcióterben meghatározott konkrét feladatok egyike, hogy Szerbiának például a választási törvény módosítása alkalmával figyelembe kell venni a különböző kisebbségek érdekeit is, mint ismeretes, jelenleg úgynevezett természetes küszöb van, ami megfelel a számbelileg nagyobb nemzeti közösségek, kisebbségek számára, viszont a számbelileg kisebbeknek nem, és talán ez az első lépés, amit hát valami módon meg kell oldani. Kovács Elvira elmondta, hogy megalakultak a munkacsoportok, amelyek a kisebbségi kerettörvények, illetve a nemzeti tanácsokra vonatkozó törvénynek a módosítását készítik elő. Csedomir Bácskovics, az igazságügyi minisztérium államtitkára kiemelte, hogy a nemzeti kisebbségi tanácsok és a nemzetközi intézmények is elégedettek az akcióterv végrehajtásával, amely a 23. csatlakozási fejezet szempontjából rendkívüli jelentőséggel bír.